A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit 2024. 4.1. január 23-án 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először megemlékezünk az Uribe áttörés évfordulójáról, majd megismerkedünk két fiatal székesfehérvári újságíró tehetséggel, ezt követően ellátogatunk a Fehér Holló diák színpad előadására, végül pedig egy biblioterápiás foglalkozásra. Tartsanak velünk! Az Uribe áttörés 81-a Donkanyar emlékkápolna felszentelésének 30. évfordulójára fellobbantak az emléktűz lángjai. Apákozdi Mészekhegyen az 1942-43-as Dommenti csatákban hősi halált halt, fogságot szenvedett és túlélő katonahősökre immáron 30. alkalommal emlékeztek ökumenikus imádsággal. A hagyományokhoz hűen az Uribe áttörés 81. évfordulóján a Donkanyar emlékkápolnánál az ismeretlen katona sírjánál emlékeztek meg a II. Magyar Hadsereg hőseire, arra mintegy 130 ezer katonára, akik a harcok során, illetve a visszavonuláskor hősi halált haltak. Pénteken este Fejérvár megye Székesfehérvár a Magyar Honvédség, a történelmi egyházak, a civil szervezetek és a Dont megjárt katonák családtagjai rótták le kegyeletüket a Mészekhegyen. A megemlékezésen Berdó Gábor Károly, a Doni Kegyeleti és Bajtársi Szövetség elnökének köszöntője után Bobori Zoltán, a szövetség tiszteletbeli elnöke egy megindító jelképes levélben megfogalmazott gondolatsorral tekintett vissza a maradottak megélt fájdalmára. Nyílt levél. Ajánlom ezt az írást és a felolvasást Berdó Gábornak, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnökének nagyra becsülésre. Tisztelt hadnagy úr, kedves Harmad Imre! Szíves elnézését kérem, hogy levelemben zavarom. Írnám azt, hogy ismeretlenül, de ez nem felel meg teljes mértékben a valóságnak. Már találkoztunk. Nem tudom, hogy emlékezhet-e rám, én azt a találkozót soha nem fogom elfelejteni. Hogy segítsek, amikor önöknél jártam és először volt alkalmam beszélgetni önnel, és azt a sok-sok kérdést feltehettük egymásnak, egy felfordított ócska ladikról lógattam a lábamat a folyóba. Felejthetetlenül szép, nyár elejé nap volt. Emlékszem, sokáig nézett a szemembe, mint aki nem hiszi, hogy ott vagyok. Igaz, én is nehezen találtam a szavakat, most már bevallom, sírás szorongatta a torkomat. Köszönöm ezért, hogy olyan bátorítóan átölelt, ami akkor nagyon megnyugtatott. Egyúttal érezhettem az ön örömét is. Emlékszik már? Arra biztosan, hogy elsőként a vízen úszó virágokról kérdezett, majd a csodálatos békét sugárzó folyóról kezdtünk beszélgetni. Nem mindig ilyen, mondta, és a ladik egyik máladozó darabjával meg-megtörte a víztükrét. Mint már írtam, sokat kérdezkedtünk egymástól. Ön az itthoniakról, hogy telik az életünk, én inkább az elmúlt évek események felől érteklődtem. Aztán bemutattam igaz távolból a hídon áldogáló kavicsokat gyűjtögető és a túlsó part mentén a vízben bámuló barátaimat. Tanárki Gábor a Fejér vármegyei kormányhivatal főispánja Vas Albert a Bújdosó imája című verséből vett idézettel kezdte megemlékezését, majd visszatekintett nemzeti sorstragédiánk történéseire és arra az időszakra, amikor a Donnál történt eseményekről hallgatni kellett, és az onnan hozza a hazatérteket és az ott elesettek emlékét megvetés és hallgatása veszte. Ha érdemét kegyednek, a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos keresztet oly sokat hordozott. Legjobb fiait vitte mindig a Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára.
Vas Albert a Bújdosó imája című verséből idézve köszöntöm Önöket. Tisztelt Excellenciás Püspök úr, tisztelt miniszterhelyettes úr, államtitkár úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt tábornok, főtiszt és tiszt urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Megszólalt az emlékkápolnak is harangja, elénekeltük a himnuszt, megnyugtak a megemlékezés lángjai. Az apró mécsesek fényére fejünket lehajtva tisztelettel emlékezünk a Donkanyarban elesett hősökre. A történelmi tényeket valamennyien jól ismerjük. 81 évvel ezelőtt 1943. január 12-én erős tüzérségi támogatás mellett megindult a Vörös Hadsereg támadása csapataink ellen. A II. Magyar Hadsereg katonai képességét messze meghaladó hősiességgel és teljesítménnyel harcolt, azonban elvesztette haditechnikai eszközeinek csaknem 100%-át, és hogy hallhattuk, fogságba esett, illetve elesett közel 120-130 ezer ember. A hazatérteket hosszú évtizedeken keresztül megvetés és hallgatás övezte. Igen, mondjuk ki újra és újra, hallgatás övezte az elesetteket, az elesettek emlékét. Magam is jól emlékszem még a rendszerváltás előtt, amikor családi fényképeket nézegetve megkérdeztem édesapámat, hogy a képen látható fiatalember ugyan ki. És kiderült, hogy annak a férfinak a gyermeke, aki a Donkanyarban elesett. Igen, de mint említettem, rendszerváltás előtt vagyunk még jóval, és kérdeztem, hát ugye mi történt a Donkanyarban, hiszen akkor nem volt még erről divat beszélni. Nem volt ehhez bátorság, merészség beszélni, sőt, tiltva is volt. És akkor, amikor édesapám elmondta az eseményeket, hogy mik történtek annak idején, azon a vészterhes napon, és azon a vészterhes napokon ott a földi pokolban, akkor már 10 éves forma kisgyerekként is éreztem, hogy ez nincs rendjén. Tisztelt hölgyeim és uraim, már 10 éves forma kisgyerekként is úgy éreztem, az nem helyes, hogy a hazájáért szolgálatot teljesítő és a haza szolgálatában elesett magyar katonáról ne lehessen megemlékezni, ne lehessen egy mécsest gyújtani az emlékére, vagy valahol egy szájvilágot letenni. Azonban voltak bátrak. És ahogy Ady Endre is mondta, nagy tettek akkor születtek, amikor bátrak voltak azok, akik mertek. Nemes Kürti István Requiem egy hadseregért című könyve 1972-ben látott napvilágot, és nagy hatást váltott, és nagy vitát váltott ki. Sára Sándor kiváló filmrendező és operatőr, pedig a Krónika, a II. Magyar Hadsereg a Donnál címmel 25 részes fekete-fehér dokumentum filmsorozatot forgatott. Nagy hatású mű volt, és a dokumentumfilmben felszorolók közül ma már ugyan senki nem él, de szavaik a mai napig visszhangoznak a fülünkben, ugyanúgy, mint Marlene Dietrich dala, amely minden egyes film végén felcsendült. Hol van a sok sírkereszt, elkorhat rég. Ezt követően 1991 óta Bobori Zoltán író költő kezdeményezésére a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetség őrzi, ápolja az utókor számára Doni hősök emlékét, és széleskörű társadalmi összefogással 1993-ban megépületett az emlékkápolna is. Az emlékkápolna a nemzeti emlékezet színhelyévé vált az elmúlt 3 évtizedben. Sok kis táblát láthattunk itt rajta nevekkel és nemzeti színű szalagokkal az elmúlt évtizedek során, sőt, még az elmúlt hónapokban is. Zarándok helyé vált, ahova emlékezni jönnek az emlékezők. És valóban az elmúlt 3 évtizedben nem egyszer ezen a helyszínen tanúbizonságát tehettük annak, hogy őrizzük a hősök emlékét, mely valamennyiünk szent kötelessége. Hiszen a magyar katonának az elmúlt egy évezredben, a hosszú évszázadok során mindig az a feladat jutott, hogy nem csak Magyarország, de Európa határait is őrizni kell. És ez az örökség a mai napig él. És a mai napig őrizzük Európa határait, hiszen őriznünk kell. Láthatjuk, hogy most nem fegyverrel támad a külső ellenség, de ébernek kell lennünk. És közben ezeket a gondolatokat fogalmaztam meg a fejemben, óhatatlanul eszembe jutottak főtisztelendő püspök atya adventi gondolatai, melyben leszögezte, kimondta, hogy nem tőlünk független erő lesz az, amely tönkre teszi Európát, hanem mi leszünk azok, ha hagyjuk.
és a Donkanyarban elesett magyar hősök emlékét őrizve ápolva, kötelességként rótták ránk, hogy a továbbiakban is őrizzük, de csak Magyarország, hanem Európa határait. És a mi feladatunk az, hogy a hősök emlékét valóban tovább őrizzük az utókor számára, és mint oly sokszor elmondtam, a mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk arról, hogy soha többé ne jöhessenek el oly vészterhes idők, és ne uralkodhassanak olyan ordas eszmék, amelyek lehetetlenné teszik azt, hogy a hazájáért szolgálatot teljesítő és a legdrágábbat az életét áldozó magyar katonáról ne lehessen megemlékezni méltó módon. A katolikus református evangélikus egyház képviselői, a Magyar Honvédség tábori lelkészi szolgálat protestáns tábori esperese, illetve a zsidó hitközség kántora a magyar társadalom emlékezetében mély nyomokat hagyó veszteségekről, a doni hősök helytállásáról és hazájukért, nemzetükért tett áldozatvállalásáról szóltak. Nem ragaszkodhatunk saját vágyainkhoz, hanem akár életünket is odaadva áldozatot kell hoznunk, éppen szeretteinkért, éppen nemzetünkért és hazánkért. Azokra emlékezünk, akik az életük árán is védték itthon maradt családjaikat, családtagjaikat, védték a nemzetet és az országot. A hősökre emlékszünk, akik tudták nagyon jól, hogy hősi erőfeszítésük reménytelennek látszik. Esélyük sincs arra, hogy diadalt arassanak, de helytálltak, mert katonák voltak, és mert ez volt a parancs. A megemlékezés zárásaként a tisztelet és az emlékezés koszorúját közösen helyezte el Varga Tamás székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes, Spány Antal megyéspüspök, Tanárki Gábor főispán és Róth Péter székesfehérvár alpolgármestere. Koszorút helyeztek el továbbá a Magyar Honvédség parancsnoksága és a Székesfehérváron állomásozó katonai szervezetek, a Történelmi Vitézi Rend, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a Katonai Emlékpark Pákozd, illetve a Honvédség és Társadalom Baráti Kör képviseletében. Két Fanni címmel rendeztek beszélgetős műsort a Vitáklub székházában, Ferenci Noémi moderálásával, két fiatal Székesfehérvárról indult média személyiség, Csüri Fanni Noa, és Fidel Fanni mutatta be nemrégiben indult szakmai karrierjét. A Vitáklub rendezésében Két Fanni címmel egy rendhagyó estre invitálták a székesfehérváriakat. Ferenci Noémi a Ciszterci Szent István Gimnázium méltán népszerű tanárának moderálásával, Csüri Fanni Noa és Fidel Fanni a magyar média két sokra hivatott székesfehérvári tehetsége mutatkozott be a szép számú közönségnek. Mindenképpen megerősítés, boldogság. Éppen ma vettem számba azt, hogyha lesz egy ilyen Ciszterencia című rendezvényünk, és oda kellene néhány ilyen TEDx-es előadó, mondjuk egy 15 percben valamiről összeszedetten értelmes dologról beszélni, szinte hát parttalan a diákok száma, akiket így fel tudnék sorolni, és annyira különböző területeken dolgoznak, és állják meg a helyüket, és úgy gondolom, hogy hiteles személyiségek, és számomra ez a legfontosabb, nem a karrier. Fidel Fanni egy tehetséggondozó programban kezdte bontogatni szárnyait, ahol televíziós műsorkészítést tanult, hogy aztán tanárai gyorsan felfedezzék kivételes kvalitásait, s ma már a szerkesztő riporterként, a Magyar Televízió munkatársaként tudósít. Nekem 8. koromban volt az első ilyen felismerésem, viszont akkor sajnos gyorsan elengedtem a történetet, mert akkor én még újságban gondolkoztam. Később viszont 12. vége felé, konkrétan a pályaválasztás előtt fél évvel jött az ötlet, amikor volt egy ilyen királyválasztás ceremónia az iskolánkban, az egy ilyen szórakozási forma, és ott én voltam a kampányfőnök. És ez egy ilyen rettenetesen pörgős feladat, és ott gondolkoztam el, hogy nekem ez a pörgés az életem része kell, hogy legyen, és próbáltam ugye ehhez megfelelő munkát találni, és akkor nem engedtem el ezt az újságírást, viszont ehhez hozzájött, hogy az újságírás maga nem feltétlenül olyan pörgős, viszont a televízió az annál inkább. Nehéz volt egyébként eldöntenem, hogy magazin, híradó,
De egyébként nekem még a rádió is, is részben szóba jött, viszont én nagyon szeretek kreatívkodni, nagyon szeretem a filmeket, a képvilági megvalósításokat, és nekem ezért jött egyébként a televízió. A magazin azért nem játszott nekem annyira, mert én éreztem, hogy engem nagyon érdekel a közélet, nem feltétlen a bulvár, hanem inkább a politikai közélet, és éreztem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, mert engem érdekel, hogy mi aktuális, mi történik, és nem csak a sztárokkal, hanem tényleg, ami érint minket közvetlenül, és a családunkat érinti nap, mint nap. Egy ösztöndíjas program keretein belül kerültem a tévéhez, ahol ehhez a programhoz egyből kaptunk egy mentort is. Személy szerint nekem Németi Noémi volt a mentorom, viszont egy idő után én ilyen mindenki kölyke lettem, szóval tudnám sorolni folyamatosan a neveket. Munkatársaim, tényleg mindenki segített, viszont még egy nevet tudnék megnevezni, aki később került mellém, egy ilyen kis finomítást hozzáadni az én munkafolyamatomhoz, Kovács Kata, aki egyébként az egyik szerkesztőnk, csak neki van egy ilyen plusz feladata, hogy még az ilyen mentoráltakkal is foglalkozik, és nekem ő tudott még rengeteget segíteni Noémin kívül. Én úgy látom, hogy ez a munkahely kétféle utat tartogat magában, ugye már egyből a csúcson kezdtük, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen ez a legszervezettebb médiaszolgáltató Magyarországon, és hát elég érdekes, hogy tényleg ez a kezdés és a csúcs egymás mellett áll, így azt látom, hogy kétféle lehetőség van, vagy a kiégés, vagy pedig a határ, a csillagos ég, és én az utóbbit szeretném választani. Igazából gondolkoztam azon, hogyha megkérdezik, hogy melyiket érzem most már otthonomnak, akkor mit is mondok pontosan, hogy Pestet, vagy Székesfehérvárat, hiszen két éve már Pesten élek, és azt kell, hogy mondjam, hogy Székesfehérvárat még mindig, és hogyha megkérdezik, hogy én hova valósi vagyok, akkor egyből rávágom, hogy Székesfehérvárat, hiszen mégiscsak itt töltöttem életem első 18 évét, a 18 legmeghatározóbb évet, és én imádtam itt gyerekeskedni. Csűri Fanni a fehérvári szóval győzni vetélkedő különdíjasa, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjaként először tanári pályára készült, később szóba került a jog és a pszichológia is, hogy aztán immár egyetemistaként véglegesen elkötelezze magát és elmélyüljön az írói szerkesztői munkában. A szóval győznivel indult az én ilyen jellegű karrierem, és azt is tudni kell erről, hogy eleinte nem akartam jelentkezni erre a versenyre, úgy éreztem, hogy akkor erre nincs időm, és aztán végül tanárnő Ferenci Noémi tanárnő biztatására még a magyar órán adtam be a jelentkezésemet. Ott pedig mind Kozári Ferenci művész, mind pedig az Urák Csaba a mentorok közül többek között megerősített abban, hogy ez nekem való pálya. És végül pedig ugye magán az alkalmon a zsűri elnöke professzor dr. Acél Petra volt az, aki akkor már a Corvinuson ugye kommunikációs intézet vezető asszonyként utána oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Fanni, szerintem neked ezt az utat kellene folytatni. Akkor én még csak ezen nevettem egyet, és így magamban raktároztam, hogy jól esik, de nem gondolnám, és aztán pár hónappal később végül is csak beadtam ide a jelentkezésemet. Én sokáig tanári pályára készültem, aztán rájöttem arra, hogy ez egy sokkal nagyobb felelősség, mint eleinte gondoltam, hiszen láttam, hogy a tanárok mennyi időt szentelnek arra, hogy az emberek lelkével, a gyerekek lelkével is foglalkozzanak. Úgy éreztem, hogy én ezt nem bírnám. Sokáig aztán a jogi pálya, majd a pszichológia érdekelt, és végül rájöttem, hogy valami olyat kell találnom, amiben minden egyszerre megvan, és ez pedig a kommunikáció és a média. Szerettem felhívni az emberek figyelmét arra, hogyha valami fontos, és egy kicsit a társadalmi felelősségvállalást visszahozni a fiatalok az E-generáció életébe is. Ezért volt az például, amikor a koronavírus idején a felelős fiatalok 12 pontját megírtam, és ez körbejárta a médiát, illetve ezért van az, hogy például önkéntes vagyok egy hátrányos helyzetű fiatalokat segítő szervezetben, ahol tanulni segítek nekik, és amikor segítségre van szükségük, és mondjuk pénzért pályáznak, akkor lájkokat próbálok nekik gyűjteni az interneten posztok formájában. Így van, egy volt gimnazista osztálytársam volt az, aki a rádiózás világába bevitt, ő a Táska Rádiónál kezdte, és amikor egy osztályba kerültünk, felfedezte, hogy együtt is alkothatnánk valamint a Cisztercibe. Így kezdtük el a Ciszterci Suli Rádiót újraéleszteni igazgató úr segítségével. Ők felfedeztek minket, a Magyar Katolikus Rádió is megkeresett minket, így a Székesfehérvári kattárs rendezvényen egy élő beszélgetés
beszélgetést vezényeltünk le két atyával, és tulajdonképpen innentől kezdve egyértelmű volt, hogy amikor az MTVA-ban felteszik a kérdést, hogy tévé vagy rádió, akkor büszkén a rádiót fogom választani. Most egyelőre pici lépések vannak előttem, szeretném azt, hogy minél gyorsabb legyek a munkámban, és minél mélyebb vízbe be tudjanak majd dobni. Itt arra gondolok, hogy szeretnék minél több vezető anyagot majd szép lassacskán írni. Egyelőre ennyi, aztán majd meglátjuk, hogy pár év múlva hol leszek. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint megerősítés családnak, barátnak és ismerősnek, hogy a két varázslatos ifjúhölgy jó úton jár, s tehetségük, elkötelezettségük bizonyosan segít abban, hogy hosszú ideig elismert tagjai legyenek az újságírók felelős közösségének. Új darabban jelentkezett a Fejér Holló Diák Színpad, a Ciszterci Szent István Gimnázium fiataljai Dürrenmatt fizikusok című drámáját mutatták be. Uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket mai élő adásunkban. Péntek este van, ami csak egyet jelentem. Újra a televízió képernyőjén az Alex Thompson Show. A Fejér Holló Diák Színpad társulata egy kortárs klasszikus darab bemutatásával ismét bizonyította, hogy a ciszteres fiatalok jó úton járnak. Borbély Levente a kivételes tehetséggel megáldott ifjú rendezésében Dürrenmatt örökbecsű drámája a fizikusok került színre. A darab cselekménye a felelősség elől bolondokházába menekült tudósok Einstein, Newton és Möbius körül forog, és ez az idegszanatórium tágul őrült világunk szimbólumává, melyben az elmebetegek a világ felrobbantásán munkálkodnak, s a józanok az őrültek házába menekítik gondolataikat, nehogy embertársaik ártalmára legyenek. Én azt gondolom, hogy Friedrich Dürrenmatt, amikor 1961-62 tájéken megírta az alapművet, akkor ez az akkori világképben, az akkori világpolitikai helyzetben egy kifejezetten aktuális mű volt. És sajnos vagy nem sajnos azt a következtetést kell levonnom, hogy rengeteg kérdés, amit felvet a darabban, amit feszeget, az napjainkban legalább annyira alkalmas, mint vagy annyira aktuális, mint akkoriban volt. Azért akárhogy is vesszük, akkor egy világháborúból nemrég kilábaló Európában született meg ez a mű, és jelenleg is azért, hogyha megfigyeljük a világpolitikát, számtalan olyan esemény zajlik éppen most jelen pillanatban is, amelyek azért fölvetik azt a kérdést, hogy mennyire szabad egy politikai rendszer, vagy egy politikai célból, politikai indítatásból vért ontani. Ugye elég, hogyha csak elnézünk a szomszédba, és láthatjuk azt, hogy jelenleg is vannak háborúk, amiket azért azt gondolom, hogy ideális esetben nem kéne, sok esetben nem kéne, hogy kirobbanjanak, hogyha esetleg tudatosítanánk magunkba, hogy egy politikai cél sosem lehet fontosabb, mint az, hogy emberi életek megmaradjanak. Hát ez az Ernesti egészen feldőlt. Mi bírod rá valakit, hogy megfojtson egy ápolónőt? Egyébként ön is megfojtott egy ápolónőt. Hogy én? Augusztus 12-én. Dorottya Mozernőnél. A Birkóz. A Függő Zsinóra. Ja. De hát az egészen más volt, hogy ugye azt, hogy tudja én végtére is nem vagyok bolond. Nekem egy nagyon komoly célom volt, illetve egy nagyon lényeges célom volt az, hogy a klasszikus dürrenmatti kérdéseken túlmenjünk, és esetleg föltegyük azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen a fizikusaink végtére is hősök, antihősök, végül is ők jót tettek-e az emberiséggel azzal, hogy ők ott maradtak a lészerizéjében, és nem léptek olyan értelemben tudományos pályára, hogy esetleg publikáltak volna bármit. Newton szerepében Varga Szabolcs szembesít bennünket azzal, hogy ő igazából Einstein, s ahogy a darabban elhangzik, csupán az őrültek házában vagyunk szabadok, csak az őrültek házában szabad gondolkodnunk, mert odakint a szabad világban a gondolataink robbanó anyagok. Nagyon örülök neki, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Borbély Levente engem választott Newtont alakítani. Szerintem ez egy óriási megtiszteltetés, és természetesen megegyeznek a gondok a két században, de én úgy gondolnám, hogy ezt ennél kicsit magasabb szinten is tudjuk kezelni ebben a darabban, mint hogy csak ezek az alapgondok, amikbe feltétlenül belegondolunk. Ez egy egész világnézetet letükröző darab, én úgy gondolom, és nagyon örülök annak, hogy mint Newton az egyik főszereplő, ezt én átadhatom a közönségnek. A legkisebb. Jöjj, Lukasz, 10 éves. Jöjj, meg kicsit! Jöjj, Lukasz! Szervusz, apu! Én fizikus akarok lenni, apu. Fizikus? Igen, apu.
Azt nem szabad, én megtiltom neked! A történet kulcsa mindenképpen Möbius, a zseniális fizikus, aki rájött minden elképzelhető felfedezések rendszerének titkára, és látva, hogy a politika, a gazdaság miként állítja a tudományt egyre embertelenebb célok szolgálatába, önként bevonul az elmegyógyintézetbe, hogy így mentse meg az emberiséget saját felfedezéseitől, azt szillelve, hogy ő Salamon király. Igazából én ezt egy hatalmas kihívásként élem meg, mivel eddig ez a legösszetettebb karakter, amit valaha rám bíztak egy ilyen kis darabban, és az, hogy jött az osztályfőnök asszonyom is mondani, hogy micsoda kihívás, meg mindenki mondta és gratulált, hogy akkor ebben mi így részt veszünk, ez egy hatalmas és felemelő érzés volt, de nagyon örülök igazából annak, hogy így a Levi ránk merte bízni, hogy akkor vele együtt valami ekkorát alkothassunk. Irén nővér és én, mi is szeretjük egymást. Gyerekeket akart tőlem. Én figyelmeztettem. Lehordtam. Úgy bántam vele, mint egy kutyával. Könyörögtem neki, hogy meneküljön. Hiába. Maradt. A kétszeres, kényszeres gyilkos Einstein a valószerű mellett a valószerűtlen példája is egyben, mert az események anélkül mennek végbe, hogy bárki felelős lenne értük egyénileg. Közös a bűnük, inkább szerencsétlenek, mint sem bűnösök. Tehát a komédia illik hozzájuk. A világuk pedig épp úgy a groteszkbe vezetel, mint az atombombához. Nagyon érdekes volt először látni, amikor elolvastam a szövegkönyvet, hogy mennyivel úgymond másképp, már csak így a beszédstílusban más, mint még a Einstein így valójában, amik így fennmaradtak. És így eljátszva egyrészt egyből rá lehetett jönni, hogy nagyon nehéz dolgom van, tehát hogy nem volt könnyű megtalálni a karaktert, és remélem, hogy sikerült megtalálni. És úgy magában nagyon, az is nagyon érdekes volt, és egy nagyon nehéz feladat, hogy a párhuzamot meg tudjam találni maga a zseni ember tudós között, és a őrült téboidába való ember között igazából. Dürrenmatt ebben a drámában az atomkor tudósainak emberfeletti felelősségéről szól, azonban a zseniális dramaturgiai ötlet helyenként háttérbe szorítja a valódi konfliktust, a fizikusok erkölcsi felelősségének problémáját. Lelki Fröccs címmel rendeztek biblioterápiás foglalkozást a Vörösmarty Könyvtár olvasótermében. A találkozón a résztvevők olvasmányaik segítségével lehettek úrrá pszichológiai problémáikon. A Vörösmarty Könyvtár olvasótermében Vas Márta vezetésével folytatódott az elmúlt esztendőben indult, havonta jelentkező biblioterápiás foglalkozás, amely olyan módszer, amely válogatott olvasmányok felhasználásával segít a pszichológiai problémák kezelésében, illetve a személyiségfejlesztésben. A biblioterápiás foglalkozás harmadik alkalommal kerül megrendezésre itt a Központi Könyvtár olvasótermében. Első alkalommal novemberben került sor, aztán decemberben. Itt most ez jelen pillanatban egy új, bár már Fehérváron az Aranymúla könyvtárban egy kolléganő végez ilyen hasonló típusú előadásokat. A biblioterápiának ugye két ága van, a klinikai és a preventív. Én a preventív, a fejlesztő biblioterápiával foglalkozom. Ez rendkívül nagy eredményeket mutatott az elmúlt időben. Én jelen pillanatban foglalkozom ezzel a fejlesztő biblioterápiával hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeknél egy ilyen pilot program keretében, és a Napraforgó házában, azt hiszem elmondhatom, ahol dankóros és közép súlyos értelmi fogyatékos gyerekeknek ezt a biblioterápiát igazából a meseterápiával, a papírszínházzal kiegészítve úgy tűnik, hogy nagyon jó eredményeket érünk el, és aztán így csatlakoztam, mert ugye nagyon sokáig, 15 évig dolgoztam a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasószolgálatán, tehát igazából ez nem állt távol tőlünk, ugye az irodalom, és ez a módszer, hogy irodalmi művek segítségével próbálunk bizonyos helyzeteket feloldani, ehhez
egy zár, hát a foglalkozás jellegét, ez kétféle lehet. Lehet egy zárt csoportos foglalkozás és egy nyitott. Nálunk most inkább ez a nyitott foglalkozás van, tehát bárki bármikor csatlakozhat. Most először igazgatónővel egy ilyen 12 alkalmas sorozatban egyeztünk meg, tehát minden hónapban, hónap közepén van egy ilyen előadás, és különböző problémákat érintünk. Azt gondolom, hogy eddig olyan témákat vettünk, ami mindenkit érintett. Első alkalommal ugye a nőiesség került sorra, a női sorsok, második alkalommal ugye a karácsony volt a téma, hogy kit milyen érzelmi hatások éri karácsonykor, és én mindig ehhez választok novellát, verset. Nem árulom el, tehát akik idejönnek, nem tudják, hogy én milyen novellával készülök, vagy milyen verssel, ez mindig a végén derül ki, tehát ezt sokszor telefonáltak, és feltették nekem azt a kérdést, hogy mivel készüljenek. Tehát ez annyiban különbözik az olvasókörtől, hogy ez nem egy adott, előre meghatározott regényt, vagy művet adok fel, hogy akkor majd erről fogunk beszélgetni, hanem ez mindig a végén derül ki. Az első része a foglalkozásnak egy ilyen bevezető, játékos feladatokat szoktam adni az olvasó, a megjelent közönségnek, vagy olvasóknak, és aztán szoktunk így egyre inkább belemélyedni a novellákat, általában részletekben olvasom fel, és akkor szoktunk rámenni a kérdésekkel, és akkor jönnek fel azok a gondolatok, ha megjelentek be, hogy kikben ezek a témák, mit érintettek meg, ők kerültek-e ilyen helyzetekbe, és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó közösséget is kovácsolhat össze. A eddigiek alapján voltak olyanok, akik mind a két foglalkozáson megjelentek, voltak újonnan csatlakozók, és számomra az jelentett különösen nagy örömet, hogy a korosztály az teljesen vegyes volt. Tehát volt a 20-30 éves, a korosztály volt ez a középkorú, és voltak ugye az idősebb korosztály is, tehát vegyesen voltunk, és úgy tűnik, hogy nagyon jól működött. Úgyhogy remélem, hogy ez a közeljövőben is ilyen népszerűségnek fog örvendeni, és majd folytathatjuk tovább itt a Vörös Marti Mihály könyvtárban. A terápiás célú olvasás alapja sokféle szöveg lehet, a legnépszerűbb a szépirodalmi művek alkalmazása. A módszerrel kiemelkedő eredményeket lehet elérni a depresszió kezelésében, emellett az előadások mellett a közösségben elhangzott gondolatok is segítenek a harmónia megtalálásában. A komplex módszer abban is segít, hogy rálássunk önmagunkra, megértsük az én fontosságát, amely alapja a külvilággal való harmonikus kapcsolatunknak, és beillesszük magunkat a miért és hogyan kérdésekre adott válaszokba, amelyek vezérfonalat nyújtanak mindennapjainkban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.